Meg kell mondjam maguknak, az utóbbi időben egy nyugodt percem sincs a legerészésre. Pedig épp most vannak a legfinomabb zuzmók. Sőt, még a kamillák is kinyíltak. Erre vágytam egész évben. És erre mi történik? Az utóbbi időben egyfolytában megjelenik valami köpcös, zöldruhás, gumicsizmás manó a susnyásban. Nagyon okosnak hiszi magát, lassan kúszva arazol felénk. Azt hiszi, nem látjuk az Isten adtát, pedig egy muflon szem mindent lát. Kúszik, mászik a szerencsétlen hátán meg valami puskaféle. Amikor először leemelte azt a csőszerű micsodát a válláról, mindenki megdermett a rémülettől. Csillant valami a cső végén, mi meg csak vártuk a durranást. Ehelyett viszont mi történt? Belenézett a puskaszerű valamiébe, megnyomott valamit azon az izén, a cső halkan klattyant egyet, a manó meg úgy maradt fekve az ajban, és csak nézte, hogy mi nézzük, hogy ő nézi, hogy mi nézzük. Amikor közelebb merészkedtem, valami ilyesmiket motyogott, hogy memóriakártya, meg hogy ellenfény. Egy kukkot sem értettem ezekből a bégetésekből. Legalább beszélne muflonul, de úgy nem tud. De az igaz, hogy amióta ez az alak itt feltűnt, a kirándulók, ha meglátnak minket, nem rohannak oda, mi meg frászt kapva el, hogy jaj, de jó, végre egy muflon, mint a tévében. Nem. Tisztelettel megállnak és csak néznek. Aztán ők is előveszik azokat a titokzatos csöveket, amelyek ugyan megcsillannak, de mégsem halálosak ránk. Most már egyre gyakrabban hoznak néha almát, meg más kis ennivalókat is, és a végén elégedetten motyogják, hogy teleobjektív, meg hogy memóriakártya. Ez nyilván csak is valami táplálék lehet a két lábúaknál. Memóriakártyát legeléznek télen-nyáron. Ez a manó is ezen élhet. Mert miközben ott hasal, hogy nézzen minket a csövön keresztül, mellette ott vannak a legfinomabb csemegék, harasztok, zúzmók, még a kamilla is, de észre se veszi őket. Csak a memóriakártya az érdekli. Legutóbb ott felejtette az egyiket, ahol órákat heverészett a csövével. Pár órával utána, hogy elment, odamentem és megkóstoltam. Most már azt sem értjük, hogy maradnak ezek életben egyáltalán. Valami rettenetes volt. Visszatettem neki a maradványokat, hát ha érte jön. Vagy legalább megkóstolja a mennyei zuzmunkat. Örömmel adunk neki bármennyit, csak élje túl, mert már szeretjük.